Vercini Mónika és Belinyi Dea. Matura László, valamint Beni. Azt mondtam, Csicsak Kocsi. Az idő Juli 43-29. 43-29 és Siva nyertőről gratulálunk. Ahol is úgy néz ki a dolog, hogy heten indultak, 5-öt kizártak, maradt két versenyzőnk, aki a dobogóra felállhat. Második helyen végzett ezáltal Kornis Kriszti és Berci. A győztes pedig egy nagyszerű hibátlan futammal Matura László és Beni. A győztesek pedig, ahogy már hagyományhoz illik, a Futjavilágon Leut riporterének nyilatkozik az elmúlt életéről és munkásságáról és a futamról. Nevezetesen Vitós Laci lesz előtte Ibolya. Választhatok ajándékot, nem menjetek messzire, ti is megérdemlitek. Jönnek a mini versenyzők. Hogy hívják a kutyusodat? Mióta verseny? Néztek benne? Közel, két éve kezdtem agilitizni, és másik éve verseny. Ő az egyetlen kutyád, akivel agilitizál, vagy van más? Igen, jó, szintén hasonló, egyszerre kezdtem agilitizni. Ha jól tudom, bigülkkel annyira nem egyszerű az agiliti, mert kicsit önfejűek. Ezt hogy tudod korrigálni? Rákészült az agiliti, hogy összeszedjük őket. Nem volt előtte ilyen kutyám, amivel sportolgatom. Tehát tartottam kutyát, de nem esett. Jó, köszönöm szépen, és további sok sikert! A lényeg a sok-sok tapasztalat megszerzése, amit csak itt a pályán lehet. Laci se az egyszerű boldalát választotta az agilitinek, mindjárt versenyeznek, de el kell mondani, hogy nagyon szépen ügyesen felépítette a kutyái munkáját. Az előző körben is egy dobogós első helyezést értek el, úgyhogy... Bizony, ez nem semmi. Aki ugye a Biglikkel próbálkozott meg is, mert Biglikkel tudja, hogy nem egy egyszerű agyjárású kutyusok, most is nagyon szépen mennek a pályán. Na jól tudom, két Biglikje is van, és velük versenyzik. Igen, két kutyával is versenyeznek. Lacinak is van egy egyéni stílusa, itt sajnos bement a kutya a úszó mellé, egy megtagadás gyűjtöttek össze. Érdekes nézni az egyes versenyzők saját stílusait. 32-56! Maga László érkezik! Valamint Ördög. Felkészül Horváthova Viktória Dobrok Szilvi és Halász Vinkó. Húzik!
megszülettek a midi versenyzőknek az eredményei is, ahol is bronzérmet nyert Matula László és Ördög. Ebben a futamban második helyre érkezett Sirkó Teri és Roni. A győztes pedig Kereskényi Balú Zsófi és Retek. Gratulálunk a győzteseknek, választhatunk lepetés magatoknak az asztalról, Zsófi pedig elmondja, hogy honnan jött és hová tart majd a riport során, jó? Nejtem, bólja meg! Nagyon ügyes, hogyha nyári táborból is, táborban ismertük meg, fantasztikus aranyos. Szoktak lenni ilyen egilitis táborok? Igen, minden év júliusában szokott lenni. Egy agility tábor, nem csak agilitizünk, hanem lopat játszunk, szórakozunk, ilyen sportokat is ki lehet próbálni. Ez ilyen országos tábor? Országos, igen. Hol szokott lenni? Eddig már jó sok éve Szarvason tartott. Így egyébként várnak olyanokat is, akik most ismerkednének meg, vagy csak klubtagokat? Nem, minden mindenkit várunk sok szeretettel, aki el tudja viselni azt, hogy egy hétig nagyon sokat agilitizunk. Hát aki igazán szereti, az még örül is neki. Igen, hát a versenyzők meg körülbelül januárban elkezdenek uhatolozni, hogy esetleg lesz-e még nekik hely a táborban. Hány fő mehet ebbe a táborba?